Újabb történelmi mélypontra süllyedt reggel a forint árfolyama az euróval szemben. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint eldőlt, hogy megrendezhető az atlétikai világbajnokság. Magyar siker a nemzetközi Emmy gálán New Yorkban, Gera Marina lett a legjobb színésznő kategóriába. Kis jelentős földrengés volt Albániában, 6 ember meghalt, 300 megsérült és épületek is összedőltek. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt az ATV déli híradója. Soha nem látott mélypontra süllyedt a forint árfolyama az euróval szemben. Az új történelmi mélypont 337 forint 24 fillér. A portfólió elemzése szerint az segíthetne a forinton, ha a Nemzeti Bank jelzést küldene a befektetőknek, és eloszlatná a további monetáris lazítással kapcsolatos várakozásokat. A jegybank egy hete változatlanul hagyta az alapkamatot. Akkor is jelezték, hogy az MNB számára csak a 3%-os inflációs cél elérése számít, az árfolyam nem. A kormány üdvözli, hogy Csepel után Ferencváros képviselő testülete is támogatja az atlétikai világbajnokság 2023-as budapesti megrendezését, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint a csepeli és a ferencvárosi döntéssel eldőlt, hogy az atlétikai világbajnokság Budapesten rendezhető meg. Gulyás Gergely arra reagált, hogy a ferencvárosi képviselőtestület tegnap végül támogatta a ferencvárosi szabadidő és sportpark, illetve annak részeként 2023-ig egy atlétikai központ megépítését. Gulyás Gergely azt mondta, a kormány javaslatoknak tekinti a feltételeket, és természetesen várja a fővárosi közgyűlés állásfoglalását is. 50 milliárd forintot kért a fővárosi járóbeteg ellátásra a kormánytól a főpolgármester. Ez az egyike annak az öt feltételnek, melyeket Karácsony Gergely szabott a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésének támogatásáért. Hamarosan kiderülhet, hogy az elkövetkező években milyen lesz a viszony Budapest új vezetése és a kormány között. Így vezette fel a főpolgármester, hogy a főváros milyen feltételekkel támogatná a 2023-as atlétikai világbajnokságot és az ahhoz szükséges stadion felépítését. Karácsony Gergely öt feltételt támasztott. Az elkövetkező öt évben az Egészséges Budapest program keretében a kormány biztosítson 50 milliárd forintot a kerületek által üzemeltetett alap- és járóbeteg ellátás fejlesztésére. A főpolgármester szerint már késő helyi népszavazást kiírni az ügyben, de szerinte a választási kampányban világosan beszélt arról, hogy mi számára a prioritás, így kellő felhatalmazást kapott. Azt kérjük a kormánytól, ez a második feltétele a főváros támogatásának, hogy a csepeli területen ne valósuljanak meg élsportberuházások, hanem kezdjük el Budapest új zöld tüdejének, egy új várostégetnek a kialakítását, a ferencvárosi és a csepeli területen. Karácsony Gergely ezeken kívül azt kéri, hogy a beruházást ne csak az élsportolók, hanem a ferencvárosiak érdekeit is szolgálja. Feltételként szabta, hogy a szerződések legyenek nyilvánosak, a pénzköltés pedig átlátható. Azt is elvárja, hogy a kormány tartsa fenn korábbi elkötelezettségét a nagy fővárosi közlekedési célú beruházásokban. Az új ferencvárosi polgármester azt szeretné, ha a beruházást más fejlesztésekkel is összekapcsolnák. Baranyi Krisztina a Nagyvásárterep műemlékvédelmét és a diákváros építését említette. Utóbbival szerinte a lakhatási válságon is enyhíteni lehetne. Ferencvárosban rengeteg és nagyméretű rozsdővezet található, amelynek a fejlesztésére a kerületnek önerőből semmilyen esélye nincsen. Ezért kértük azt a kormánytól, hogy vizsgálja meg egy másik rozsdővezeti területen azt, hogy az országos Széchenyi könyvtárat például, ha annak az elköltöztetésére kerül sor, akkor azt Ferencvárosban építsék meg. A főpolgármester telefonon kért néhány hét türelmet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökétől, aki korábban sürgette a döntést. A kormány pedig arra kérte, hogy a budapesti közfejlesztési tanács minél előbb üljön össze, hogy megtárgyalhassák a részleteket. A kormány megkeresésünkre annyit közölt, hogy továbbra is a fővárosi közgyűlés döntésére várnak. Magyar győzelem is született a nemzetközi Emmy díjgálán hétfőn este New Yorkban, ugyanis Gera Marinának ítélték a legjobb színésznő kategóriában a díjat. Gera Marinát a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért ismerték el. A film a szovjetek által kényszermunkára hurcolt nőkről szól.
A színésznő a díj átvételekor azoknak ajánlotta az elismerést, akik a Szovjetunióban szenvedtek. Első alkalommal fordult elő, hogy Magyarországról egyáltalán jelöltek alkotást erre a rangos nemzetközi televíziós versenyre, melyen az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. Orbán Viktor szerint, akik a keresztényüldözést csak humanitárius problémaként kezelik, azok a legfontosabb problémáról nem beszélnek, mégpedig, hogy a mi civilizációnk áll szervezett támadás alatt. A miniszterelnök a keresztényüldözésről szóló második nemzetközi konferencia megnyitóján beszélt Budapesten. Kifejtette, hogy szerinte ennek a támadásnak több formája van, így a bevándorlás, valamint a politikai korrektség szájkosara. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a legnagyobb tévedés, amit egy európai ember a keresztényüldözésről mondhat, az az, hogy ez az ő országában nem történhet meg. Sokan vannak ebben a tévhitben, pedig a terror többször is lecsapott Európára, tette hozzá a miniszterelnök. Mi ma azt adjuk az üldözött keresztényeknek, amire nekik szükségük van. Otthont, kórházat, iskolát. És azt kapjuk tőlük vissza, amire ma Európának van a legnagyobb szüksége. Keresztény hitet, szeretetet és kitartást. Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök Isztambulban. A tömeg a nők elleni erőszak ellen vonult utcára a török nagyvárosban. Videófelvétel és tanú beszámolója alapján több százan vettek részt a demonstráción, többen zászlókat vittek, melyekre Törökországban meggyilkolt nők nevét írták. A rendőrök könnygázt vetettek be és feloszlatták a tömeget. A nők elleni erőszak széleskörű probléma Törökországban, ahol az elmúlt egy év során 440 nőt öltek meg. Minden negyedikkel a férjük vagy a vőregényük végzett. 6 ember meghalt, legalább 300 pedig megsérült, amikor hatalmas földrengés rázta meg ma hajnalban Albániát. A Richter skála szerinti 6,4-es erősségi földrengés a főváros Tiranát és az ország északnyugati részét érintette. A helyi beszámolók szerint az emberek az utcákra rohantak, és több épület is megrongálódott. Az elmúlt 30 évben ez volt a legerősebb földrengés a balkáni országban. A Német Külpolitikai Társaság szerint nem igaz, hogy Soros György telefonon lobbizott volna náluk a magyar uniós biztosjelölt megválasztása ellen. A Magyar Nemzet hétfői cikkében azt írta, hogy Soros György novemberben telefonon hívta fel Daniela Schwarzert, a társaság elnökét, és azt akarta elérni nála, hogy Angela Merkel német kancellárnál akadályozza meg, hogy a magyar jelölt Várhelyi Olivér kapja meg az EU bővítési biztosi posztot az Európai Bizottságban. Az Index megkérdezte a Német Külpolitikai Társaságot, és azt a választ kapta, hogy a hírből semmi nem igaz. 3 embert kellett szénmonoxid mérgezéssel kórházba szállítani egy salgótarjáni családi házból. A visszaáramló égéstermék miatt lettek rosszul. A helyszínre érkező tűzoltók a fürdőszobában jelentős mennyiségben mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. A házban lakók nem akartak nyilatkozni, de kamerán kívül annyit elmondtak, hogy valószínűleg a páraelszívó miatt fordulhatott meg a lakásban a levegő mozgásának és azzal együtt a kazán égés termékének iránya. Az esethez a salgótarjáni tűzoltókat riasztották. Kiérkezést követően méréseket végeztek, és valóban jelentős mennyiségben volt jelen a mérgező gáz a családi házban. A mentős kollégák 3 főt szállítottak további kivizsgálásra kórházba. A házban a gázszolgáltató a készüléket azonnal kikötötte az ott élők védelme érdekében. A szakemberek fokozott óvatosságra és nem utolsó sorban az eszközökben levő lerakódások veszélyére hívják fel a figyelmet. Ezek a lerakódások komoly problémát tudnak okozni. Egyszer az, hogy üzemviteli probléma, de a nagyobbik probléma az, hogy ez akár mérgező gáz keletkezését is előidézhetik. Néhány ezer forintos berendezésekkel el lehet kerülni az ilyen veszélyt. Őt ez életet menthet, hogyha van ilyen beszerelve otthon a lakásban, akkor ez jelez, mielőtt esetleg nagyobb baj történne és haláleset vagy egyéb baleset történne. Ez 10.000 forint körüli összegbe kerül. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy csak megfelelően karbantartott eszközökkel és ellenőrzött kémény használatával szabad fűteni. Az elmaradt ellenőrzéseket még most sem késő pótolni, mondják a szakértők.
Lényegében a tavalyi áron kínálják a karácsonyra szánt fenyőfákat a kereskedők, írja a Magyar Nemzet. A lucfenyőt 3000 forintos méterenkénti áron lehet majd kapni az árusoknál, az ezüst és a Nordman fenyő métere pedig 5000 forint körül alakul. Az ország fenyőfájának zömét egyetlen községben, a Nagykamizsa melletti Surdon nevelik. A helyiek arra készülnek, hogy régi új trend van kialakulóban, bár még mindig a Nordman a legkelendőbb fajta, de szerintük a mára szinte elfeledett lucfenyőt újra elkezdte felfedezni a piac. Csoportos létszám csökkentésre készül a Magyar Posta a budapesti telephelyein. Az állami vállalat közleményében 110 ember elküldését helyezte kilátásba. A cég azzal indokolta az elbocsátásokat, hogy folytatják a bürokrácia csökkentést. Azt írták, hogy a létszám csökkentés főleg a fővárosi irányítási szolgáltatói munkahelyeket érinti, és nem azokat a munkaköröket, amelyeknél a Magyar Posta munkaerőhiánnyal küzd, mint a kézbesítők, postai ügyintézők és logisztikai munkatársak csoportja. Nagyarányú mobiltelefon vásárlási keret közbeszerzést írt ki a Digitális Kormányzati Ügynökség, amely a közszféra informatikai eszközökkel való ellátásáért felel, írja a hvg.hu. Majdnem 30 ezer készülék vásárlását tervezik, ami becslések szerint milliárdos nagyságrendű kiadást jelent majd. A listán a 10 ezer forintos legegyszerűbb készülékektől a csúcskategóriás okostelefonokig 23 féle modell szállítása szerepel. A keret közbeszerzés azt jelenti, hogy a kormányzati ügynökség több céggel fog szerződni, melyektől az állami intézmények egyedi igényeiknek megfelelően rendelhetnek majd. Az intenzív ágyak harmadán nem fogadhatott betegeket a Veszprém megyei kórháza hétvégén, értesült a Népszava. A Csolnoki Ferenc kórháza fennálló szakember hiányra hivatkozva jelentette a hatóságoknak a hétvégén, hogy a 12 ágyas intenzív osztályon csak 8 ágyon tudnak megfelelő ellátást biztosítani. Szükség esetén a Balatonfüredi szívkórházból is a veszprémi osztályra szállítják a betegeket. A lap érdeklődött a kórház főigazgatójánál, hogy a történtek okoznak-e működési zavart, kellett-e műtéteket elhalasztaniuk, ám lapzártáig nem kapott választ. Az oktatási hivatal vizsgálata szerint egyre gyakrabban fordul elő, hogy virtuális óvodákkal játsszák ki a törvényi kötelezettséget a szülők, írja a Magyar Nemzet. A lap beszámolója szerint az állóvodákba azért iratják egyes szülők a gyermekeiket, hogy kijátsszák a 3 évesekre vonatkozó törvényi kötelezettséget. Ezek a külföldön bejegyzett intézmények valójában nem óvodák, lényegében csak online kapcsolattartást ígérnek. Az oktatási hivatal szerint mindez jogszerűtlen, ezért a testület szigorúbb szabályozást javasol, mivel a kormányhivatalok jelenleg nem tudnak fellépni az állóvodákkal szemben. Magyar ellenesnek nevezte a teljes ellenzéket a külügyi államtitkár. A szocialisták szerint a Fidesz nem csak a politikai légkört mérgezi Magyarországon, hanem a levegőt is. Az országgyűlés hétfői vitája a személyeskedésektől sem volt mentes. Sajnos azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy egyébként a magyar ellenzék, a parlament és a parlamenten kívüli ellenzék magyar ellenes. Ezzel a mondattal adta meg a napirend előtti felszólalások alaphangját a kormány képviselője. Az MSZP szerint az ember okozza a légszennyezettség drasztikusan magas értékét, ezért mindannyian felelősek vagyunk, viszont a kormány felelőssége nagyobb. Gulmai Zita úgy fogalmazott, hogy a Fidesz nem csak a politikai légkört mérgezi Magyarországon, hanem a levegőt is. Hogy naponta 35 honfitársunkat veszítjük el a rossz minőségű levegő miatt. Ezzel az eredménnyel pedig a 17. legrosszabb helyen állunk az egészségügyi világszervezet ranglistáján. És hogy egészen konkrét legyek a felelősséget illetően, a NER most is falaszt például a Stróma Mészáros birtokolta Mátrai hőerőműnek. Az üzemben történt környezeti szennyezés ügyében a katasztrófavédelem titkolja a mérési eredményeket. A DK ismét arra kérte a kormányt, alkosson törvényjavaslatot a szexuális bűncselekményt elkövetők névjegyzékének nyilvánosságáról. Nem értem, és árulják már el nekem, hogy mi az akadály annak, hogy megtaláljuk közösen azt a jogi utat, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények tetteseinek a névsora adatokkal együtt nyilvános legyen. Őszinte leszek önökhöz. Engem ebben az ügyben nem érdekel sem az alaptörvény, sem az elkövetők adatainak védelme. Az igazságügyi minisztérium államtitkára szerint a kormány az elmúlt években számos intézkedést hozott. Például ezek a bűncselekmények nem évülnek el.
Kimondtuk a munkatörvénykönyvébe, hogy foglalkozástól el vannak tiltva. Tehát ha ők a közszférában, vagy bármilyen olyan helyen akarnak dolgozni, ahol gyerekek felügyeletével bíznák meg őket, igazolniuk kell, mindenkinek igazolnia kell, azoknak is, akik nem szenvedtek el ilyen büntetést, hogy nem álltak büntetőeljárás hatálya alatt ilyen bűncselekményekből eredően. A kormány vizsgálja, hogyan lehet előrelépni ebben a kérdésben, hangsúlyozta az államtitkár. Iratokat és dokumentumokat foglalt le a Nemzeti Nyomozóiroda az Audi logisztikai központjának építéséhez vásárolt telkek adásvétele miatt. Az ügyben több feljelentést is összevont a hatóság. A feljelentők szerint akár több milliárd forintos kár is érhette a győri önkormányzatot. Közben a rendőrség nyomoz a Borkai Zsoltról készült felvételek miatt is, több embert gyanúsítanak zsarolással. Másfél milliárd forintért vehették meg, és 7 milliárdért adhatták tovább az Audi logisztikai központjának építéséhez szükséges telkeket, legalábbis egy feljelentés szerint. Magánszemélyek és a Transparency azért fordultak a hatósághoz, mert szerintük az ügy résztvevői, köztük a Fideszből kilépett Borkai Zsolt, Győr volt polgármestere és ügyvédje Rákosfalvi Zoltán bennfentes információk alapján a német autógyár bővítéséhez úgy adták-vették a telkeket, hogy azzal kárt okoztak az önkormányzatnak. Ha nem lett volna olyan bennfentes információ birtokukban, hogy ezek a földek nem sokkal később nagyon nagy haszonnal lesznek továbbadhatóak, tehát rövid időn belül komoly pénznövekmény, komoly nyereség realizálható rajtuk, akkor nem lett volna értelme az előző tulajdonosokkal titoktartási nyilatkozatot aláíratni. A feljelentéseket most egyesítette a hatóság. Az ORFK azt írja, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoznak. Iratokat, dokumentumokat is lefoglaltak. Kiderülhet az is, hogy létezik-e egy 2012 előtti okirat, amit az önkormányzat nevében Borkai Zsolt, Rákosfalvi Zoltán, valamint az Audi egyik képviselője is aláírhatott. Információk szerint ebben az okiratban szögezte le az Audi, hogy a jövőben hol tervezi majd felépíteni a gyárat. Szintén vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azt, hogy komoly összeget akartak fizettetni Rákosfalvi Zoltán ügyvéddel, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra róla és Borkai Zsoltról készült képek. Az ügyben több gyanúsított is van. Aki megvalósítja a zsarolásnak a törvény tényállását, tehát haszonszerzés érdekében valakitől erőszakai fenyegetéssel mondjuk pénzt kér vagy követel, akkor az megvalósítja, ha más valaki ebben közben jár, akkor az lehet egy bűnsegédi alakzat, de lehet társtettes is, felbújtó is lehet, tehát más, aki ugyanúgy büntetendő. Egy a napokban nyilvánosságra került hangfelvételek készítője szerint Pócik József hallható a beszélgetésben, amin 10 millió forintot követelnek. A volt labdarúgó azonban korábban tagadta a zsarolást. A Katona József Színház már egy éve tudhatott Gotár Péter esetéről, nyilatkozta Híradóknak Vidnyánszky Attila. A Magyar Teátrumi Társaság elnöke szerint pozitív, hogy a színház előállt a történtekkel, az viszont szerinte sumákolás, hogy nem mondták meg azonnal, kiről van szó. Ez az ügy túlmutat saját magán. A Magyar Teátrumi Társaság elnöke szerint ez az ügy azt mutatja, hogy milyen viszonyrendszer létezik a szakmai részén belül. Vidnyánszky Attila úgy fogalmaz, ez egy olyan világ, ahol nem mernek megszólalni az emberek, ahol a diákokba beleég az igazodási vágy. Az egész szakmának a felelőssége, hogy tegyünk, ez ellen induljon el valami fajta újragondolása az egész rendszernek. Arra, hogy a Katona az első színház, amelynek vezetése kiállt és elmondta, hogy náluk van egy zaklatásos ügy, Vidnyánszky úgy reagált, hogy egy év után álltak ki, és a nevet sem árulták el. Én úgy tudom, hogy egy év után állt ki. Egyszerre egy pozitív gesztus, hogy kiálltak, és ugyanakkor meg egy borzasztó látlelet megint. A sumálkolás, a ravaszkodás, az elkenni vágyás. És amíg ez van, ez munkál az emberekben, addig ez nem jó, addig nem indulunk el egy másik úton. Ezzel kapcsolatban a színház korábbi közleményét idézném, miszerint a hatályos jogszabályi környezet azonban nem teszi lehetővé, hogy a Katona József Színház a közleményben leírtaknál bővebb információt adjon az üggyel kapcsolatban. A Magyar Teátrumi Társaság elítéli, amit Gotár Péter tett. A társaság egyik alelnöke Ober Frank Pál, a Veszprémi Színház igazgatója, aki miután kiderültek Marton László zaklatásos ügyei, munkát adott a rendezőnek. Híradónak most azt mondta, minden esetet másként lát. Marton László az osztályfőnököm volt, mesterem volt, közelről ismerem, sokat beszélgettem vele, sok mindent elmondott, sok mindent nem tud a közvélemény. Nem is kell, azt hiszem, különösen most már, hogy eltávozott közülünk.
Én úgy gondolom, hogy emberileg, szakmailag, amit megtehettem, megtettem avval, hogy nálunk dolgozott, egy csodálatos időszakon vagyunk túl. Hívő emberként pedig azt gondolom, hogy a Jóistennek a dolga, hogy döntsön ezekben a kérdésekben. Gotár Péter a Nemzet művésze, a cím havi 650 ezer forint juttatással jár, ám ezt akár vissza is vonhatja a Magyar Művészeti Akadémia. Hétfői közleményükben az áll, nem ismerik a folyamatban lévő vagy már lefolytatott vizsgálatok eredményét, így a Katona József Színháztól és a Színház és Filmművészeti Egyetemtől is tájékoztatást várnak. Junior Prima díjat kapott Nemes Anna, híradónk műsorvezetője. A magyar sajtó kategóriában idén 6-an részesülhettek a 30 év alatti tehetségeket elismerő kitüntetésben. Egymás után sorakoznak a kiosztásra váró elismerések, a közönség soraiban pedig szinte tapintani lehet a feszültséget. Az idei már a 6. alkalom, hogy nem csak életműveket díjaztak, hanem a szárnyaikat bontogató 30 év alatti tehetségek is elismerésben részesülhettek. A Junior Prima díj magyar sajtó kategóriájának sorsáról egy 9 fős szakmai zsűri döntött. Nagyon kevés vita volt. A díj mecénási feladatait ellátó Kavosz ZRT vezérigazgatója szerint a 32 jelölés közül mindegyik nagyon komolynak bizonyult, mégis határozott döntést hoztak. A múlt évben órákon keresztül tartó zsűrizés volt, most nagyon egyértelmű volt. Tehát látszik az, hogy amikor olyan pályázatok, olyan jelölések érkeznek be, ami megkérdőjelezhetetlenül teszi az adott személynek a szakmai tudását, akkor ott nincs kérdés. Végül 6-an kaptak díjat, amely a szakmai megbecsülés mellett jelentős 2 millió forintos pénzjutalommal is jár. Mindenben beleássa magát, és alapos munkájára mindig lehet számítani. Balogh Gabriella, Netmedia ZRT résztulajdonosa laudációjában az ATV híradójának műsorvezetőjét méltatta. Nemes Anna is a Junior Prima díj büszke tulajdonosa lett. Végignézve az előző évek névsorát, végignézve akár a mostani év névsorát, azért ez egy nagyon jó csapat, nagyon jó ide tartozni, és hát nagyon meg kell felelni azoknak az elvárásoknak, amit szerintem támaszt ez a díj. A Junior Prima díja műsorvezető mellett az ATV-nek is elismerés, erről beszélt a csatorna vezérigazgatója. Azt igazolja ez a díj, hogy az ATV-nek most vannak a legjobb műsorvezetői. Sosem volt ilyen erős csapatunk, és ennek köszönhetjük ezeket a jó nézettségi adatokat, hogy olyan tehetséges műsorvezetők, mint Nemes Anna, ők is az ATV-ben dolgoznak. Az ATV műsorvezetője mellett díjat vehetett át a Forbes, a Fidelio, a Portfolio, a Petőfi TV, valamint a Magyar Nemzet munkatársa is. Híradónk után kezdődik a fórum Somos Andrással. Szervusz Andris, miről beszélgettek ma délután? Szervusz Tamás, igen, a Borkai ügyről és a földnyomozásokról, aztán ugye az öt feltételről, amely az atlétikai stadionhoz járul, erre most nem kérdezlek, kevés az idő, és a KDNP javaslatáról, hogy a vadászaton elejtett vad húsa adómentes legyen, erről beszélgetünk majd, és várom szeretettel a nézőket ebéd előtt vagy után. Köszönöm szépen, András, tehát érdekes témák lesznek, hívják a fórumot, beszélgessenek Somos Andrással, most elbúcsúzom, de jelentkezem délután 17:30-kor, a következő híradóban is számítok, tehát önökre, addig is legyen szép a napjuk, nézzék az ATV-t!